Hideg, ködös nap volt 1993. február 12-e Magyarországon. Az országban a hideg téli időjáráson túl a napok óta tomboló influenza járvány is rányomta bélyegét a mindennapi életre. A Tolna megyei Pörbölyön 29 kisiskolás várakozott a buszmegállóban, hogy az iskolabusz a közeli Bátaszékre vigye őket, a Kanizsai Dorottya általános iskolába, hogy aznapi tanóráikat megkezdjék. Buszra közel 60 gyermeknek kellett volna felszállnia aznap, de a járvány miatt sokan aznap nem mentek iskolába. A településen akkoriban nem működött iskola, ezért jártak a gyerekek a szomszédvárosba iskolába. Vidám nevetgéléssel, csacsogással teltek a percek, míg az autóbusz megérkezett a faluba. Ekkor még senki sem tudta közülük, hogy vannak, akikkel már többé nem ülhetnek egy osztályteremben. Ezen a reggelen az iskolabusz járatát a Gemencbolán BSF 157-es forgalmi rendszámú Icarus 266-os típusú autóbusza teljesítette, a járatot S. János autóbuszvezető vezette. A járat a gyermekek felszállását követően 7 óra 10 perckor elindult a közel 9 kilométerre fekvő iskola felé. A hangulat kellemes volt a járaton, a gyerekek csacsogtak, a sofőrnél szólt a rádió, a busz a köd ellenére egyenletes tempóban haladt célja felé. A járatnak egy kitérőt is kellett tennie a nyéki pusztai tanyák felé, hogy az ottani iskolásokat is felvegye. A nyéki pusztai vasúti átjáróban az ott telepített AS 926-os számú fénysorompó akkumulátorait ismeretlen tettesek folyó év január 29-én ellopták, így a vonatkozó szabályozás értelmében a biztosító berendezési szakszolgálat munkatársai a berendezést kikapcsolták. A kikapcsolt fénysorompóról az itt közlekedő vonatok személyzetét írásbeli rendelkezésben értesítették, amely tartalmazta azt is, hogy az adott útátjáróban az engedélyezett maximális sebesség 15 km per óra. Ezt a rendelkezést megkapta a Kiskunhalasról a kora reggeli órákban induló 7817-es számú személyvonat vonatvezetője is, aki a rendelkezés tartalmát a mozdonyvezetővel szóban közölte, aki ezt szóban nyugtázta. A vonatvezető a rendelkezés írásbeli átvételét nem követelte meg, és a rendelkezés átvételét és annak számát a menetlevélre nem vezette föl. A mozdonyvezető pedig úgy értelmezte az utasítást, hogy csak akkor kell a sebességét csökkentenie, ha azt a látási viszonyok megkövetelik. Bajától a vonaton vontatási vonatkísérő váltotta a vonatvezetőt, azonban vele nem közölték a rendelkezés meglétét, és annak tartalmát sem a késés miatti elkapkodott személyzetváltás közben. Az MD-MOT 3016-os számú motorvonat által továbbított személyvonat így haladt Bátaszék felé az enyhén ködös időben a 154-es vasútvonalon, bő 10-15 perces késéssel, a pályára engedélyezett 80 km per órás sebességnél alig lassabban, 78 km per órás sebességgel. A főúton haladva a buszvezető a nyéki pusztai átjáróhoz közeledve lassítani kezdett, és irányjelzővel jelezte bekanyarodási szándékát. Az út itt a vasút mellett azzal párhuzamosan halad. A sofőr régi motoros volt, minden nap erre járt, s ebből kifolyólag a menetrendet is jól ismerte. Bekanyarodva a sötét fénysorompó előtt lelassítva úgy vélte,
hogy a személyvonat már elhaladhatott Bátaszék felé. Bár körülnézett, az érkező vonatot nem észlelte a ködben, így gázt adott. Ekkor viszont már meglátta az érkező vonat ütközőjét, és ez vélhetően az utolsó dolog volt, amit életében láthatott. Egy kislánya buszon oda kiáltott a barátnőjének. Mi lesz most? Itt a vonat! Aztán filmszakadás. A 78 km/h sebességgel robogó vonat mozdonyvezetője az enyhe ködben az átjáró előtt elhelyezett különleges útátjáró jelzőnél figyelj jelzést adott, de sebességét nem csökkentette. Mind a mozdonyvezető, mind a vonat kísérő látták a velük párhuzamosan haladó és irányjelzéssel balra kanyarodó buszt, ezért a mozdonyvezető ismét figyeljelzést adott a mozdonykürttel, de még ekkor sem fékezett. Amikor az autóbusz mégis a sínekre hajtott, a mozdonyvezető gyors fékezett és a vonat kísérővel együtt hátra a géptér felé menekültek. Ekkor már semmit sem tehettek. 7 óra 16 perckor a vonat az autóbuszt az elejénél fogva elgázolta. Az ütközés erejétől a busz ketté szakadt. A hátulját a vonat az út és a töltés közé az árokba lökte, az elejét még közel 150 méteren át tolta maga előtt. A szétroncsolódott kocsirész az útjá belső keresztaljakat végig szaggatta. Busz eleje a felismerhetetlenségig szétroncsolódott, szinte csak a homlokfal maradt éppen belőle. Akik itt ültek, azoknak semmi esélyük sem volt a túlélésre. A busz leszakadt hátsó részének teteje eltűnt, a roncsdarab az árokban hevert. Az ütközés hatására 9, az autóbuszon utazó kisgyermek azonnal elhunyt. Egy kislány és egy kisfiú pedig néhány nappal később a kórházban búcsúzott el örökre. A buszvezetőjét válságos állapotban vágták ki a roncsból, napokkal később ő is elhunyt a kórházban. További 5 gyermek súlyos sérülésekkel került kórházba, 12-en könnyebben sérültek. A vonat utasai közül senki sem sérült meg. Az anyagi kár korabeli árfolyamon elérte a 10,5 millió forintot. A helyszín szomorú és döbbenetes látvány nyújtott. Mindenfelé roncsok, törmelék hevert szanaszét. Jajveszékelő, síró gyermekek feküdtek a földön. Volt, aki a megmaradt roncsba szorulva sírt, és várta a segítséget. A fűben kis cipők, táskák, tanszerek, ruhadarabok és véres testek hevertek szerte szét. A csattanás hangjára a helybéliek sírva őrjöngve rohantak a helyszínre. Volt, aki biciklivel, mások stoppal vagy autóval. Mindenki a gyermekét kereste, és igyekezett menteni, aki még menthető. A baleset helyszínére 3 mentőautó érkezett Bajáról, illetve több másik Szekszárdról, és kivonultak a katonai mentők is. A tűzoltók is a helyszínre siettek, ők a roncsok felszabadításában és a mentésben is részt vettek. A sokat látott mentősöket és tűzoltókat is megdöbbentette a helyszínen tapasztalt látvány, ami leírhatatlan volt. A mentők 7 sérültet szállítottak kórházba, köztük a válságos állapotban lévő buszvezetőt is. 2 kislányt ambuláns ellátás után hazaengedtek. Másik 5 sérült, súlyos kómás állapotban került a kórházba, az intenzív és a traumatológiai osztályra, koponya sérüléssel, illetve hasi és medence sérüléssel. 4 nap múlva az autóbusz vezetője a kórházban belehalt sérüléseibe. A könnyebb sérülteket ellátás után hazaengedték. Egy könnyebb sérüléseket szenvedő kislány így emlékezett vissza a korabeli sajtó szerint az ütközésre. A busz ráfordult a sínre. Csodálkoztam, hogy miért nem áll meg, hiszen nem pakulta nem ég a fénysorompó, ezért mindig meg szokott állni a sín előtt. Most meg csak ment tovább. Köd volt, de azért én észrevettem, hogy jön a vonat. Barátnőmnek oda is kiáltottam, hogy mi lesz most, itt a vonat. Aztán elveszítettem az eszméletemet. Mikor magamhoz tértem, mindenhol vért láttam, meg azt hallottam, hogy a gyerekek sírva hívják az anyukájukat. Az újság megszólaltatott egy a helyszínre siető édesanyát is. Sírva rohantam ki a sorompóhoz.
Őrjöngve kerestem a lányomat a véres és sáros testek között. Jaj, veszékelve kérdezgettem a többieket, hogy a lányomat látták-e. Valaki egyszer csak megszólalt, hogy ott a te lányod. És tényleg ott volt. Feküdt a földön, és még ő vigasztalt. Ne sírj, anyu, élek. Egy másik túlélő kislány pedig ezt mondta a sajtónak. Én azt sem tudom, hogy a buszvezető gyorsan hajtott-e vagy sem, csak azt hallottam, hogy valaki elkiabálja magát, hogy jön a vonat. Aztán egy másik hang, most aztán puff, de ekkor már csattantunk is. Olyan gyorsan történt minden, hogy egyszerűen nincsenek részletek. A repülésből csak annyira emlékszem, hogy kétszer beütöttem a fejem a buszba, de nem tudtam kiesni, mert a lábon beszorult a karosszéria meg az ülés közé. Talán ez volt a szerencsém. Következő pillanatban már ott voltunk az árok fenekén, a töltés mellett, a vonat pedig robogott tovább a fél busszal és társainkkal. A szerencsétlenség körülményeinek kivizsgálására Antal József kormányfő a belügyi államtitkár vezetésével szakértői bizottságot hozott létre, továbbá a Tolna megyei rendőrfőkapitányság és a MÁV is megkezdte az eset vizsgálatát. A közlekedési minisztérium, a Gemenc Volán és a vasutasok független szakszervezete mély megdöbbenéssel fogadta az eset hírét és részvétét fejezte ki a hozzátartozóknak. Az ország közvéleménye felzúdult az eset hírére, és még sokáig nem ült el a felháborodás, sokan követelték az akkumulátor eltulajdonítójának kézrekerítését is. A faluban a közhangulat döbbenetes volt. A lakók bezárkóztak, és senkivel sem akartak szóba állni, főleg a sajtó képviselőivel nem. A falu határában a helység névtáblákat fekete szalaggal kötötték át, az ablakokban mindenhol gyertyák égtek az áldozatok emlékére. Az emberek életére a tragédia és az azt követő gyász mélyen rányomta a bélyegét, olyannyira, hogy még az eset után közel 30 évvel sem hajlandók az emberek erről beszélni. Jó példázza ezt az az eset is, amikor néhány évvel ezelőtt egy tévéstáb szeretett volna a faluban forgatni és megszólaltatni az embereket, de sokan szó szerint elküldték őket melegebb éghajlatra. Lássuk be, a helyiek ilyetén hozzáállása teljes mértékben érthető. A tragédia után az ország összefogott, országos adakozás indult, amiből 18 millió forint jött össze. Ebből fedezték az elhunyt gyermekek temetését, és támogatták az érintett családokat, illetve az új iskola megalapítását és a tragédia helyszínén felállított emlékmű megépítését is. Az adományok kezelését egy erre a célra létrehozott alapítvány végezte. Az iskola alapításához az állam további 2,3 millió forinttal járult hozzá. A biztosító minden érintett családnak azonnali 10-10 000 forintos gyors segélyt utalt ki. Az elhunyt gyermekek temetésére február 17-én került sor a Pörbölyi temetőben. Az elhunyt autóbuszvezetőt a Felsőnánai temetőben helyezték örök nyugalomra. Két évvel később az iskola megnyitotta kapuit, de csak az alsó tagozatosoknak, a felsősök továbbra is bátaszékre jártak busszal, de az eset után a buszok már elkerülték az érintett vasúti átjárót. A minisztérium rendeletben kötelezte a vasúttársaságot a fénysorompók akkumulátorainak olyan egyedi típusúakra cserélésére, amelyeket nem lehet más célra felhasználni. Továbbá arra is, hogy az esetlegesen eltulajdonított vagy megrongált akkumulátorokat minél rövidebb időn belül kötelesek kicserélni, valamint pótolni, illetve a meghibásodott fénysorompókat megjavítani. A vizsgálatok során több ember felelőssége is egyértelműen felmerült és bizonyítást nyert. Mindenképpen felelőssé tehető az az ismeretlen tettes, aki a fénysorompó akkumulátorait január 29-én eltulajdonította. Már ez ügyben külön nyomozás is indult, s több ember is a rendőrség látókörébe került, a valódi tettes vagy tettesek kilétére sosem derült fény. Felelősítették a kiskunhalasi forgalmi szolgálattevőt is, aki bár a mozdonyvezető és a vonatvezető részére az írásbeli rendelkezést a használhatatlan fénysorompóról átadta, de annak aláírását nem követelte meg. Felelős továbbá a vonatvezető is, aki a rendelkezést csak szóban közölte a mozdonyvezetővel,
annak aláírását nem követelte meg, és a rendelkezés átvételét a menetlevélen nem rögzítette. Ezentúl felelős még a mozdonyvezető is, aki a Baján a vonaton szolgálatba álló vontatási vonat kísérőnek a kiadott rendelkezésről nem szólt, és tartalmát vele nem ismertette. Továbbá a rendelkezést úgy értelmezte, hogy azt csak rossz látási viszonyok közt kell alkalmaznia. És legvégül felelőssé tehető az autóbusz vezetője is, aki a KRESZ vonatkozó szabályait megszegve nem állt meg a sötét fénysorompa előtt meggyőződni az áthaladás veszélytelenségéről. 1993. július 3-án a Tolna megyei főügyészség benyújtotta a vádiratot a Tolna megyei bírósághoz. A vádiratban elsődleges felelősként az autóbuszvezetőt nevezték meg, továbbá elmarasztalták a mozdonyvezetőt és a bontatási vonat kísérőt is. Az akkumulátort eltulajdonító tettest vagy tetteseket nem nevezték meg. Per 1993. november 8-án kezdődött a Tolna megyei bíróságon. Az ügyész Z. Gyula mozdonyvezetőt és A. Zsolt vontatási vonatkísérőt a vasúti közlekedésben halálos tömegszerencsétlenséget okozó gondatlan veszélyeztetéssel vádolta. Okokként jelölte meg részükről a gondatlan magatartást és a szabályzatszegést. Z. Gyula mozdonyvezető továbbá még elismerte azt is, hogy az érintett átjáróban a korábbi napokban többször is elhaladt vonatával, de a sebességét akkor sem csökkentette. A tragédia főokozójának megnevezett autóbuszvezető elleni további eljárást annak halála miatt megszüntették. Az ügyben november végén hozott ítéletet a megyei bíróság. Z. Gyula mozdonyvezetőt 2 év fogházban letöltendő szabadságvesztésre ítélte, és kötelezte 50 ezer forint perköltség megfizetésére, továbbá 4 évre a mozdonyvezetéstől is eltiltotta. A másodrendű vádlottat, A. Zsolt vonatkísérőt, a bűnösség bizonyíthatatlansága miatt felmentette. Az ítélet nem volt jogerős, az ügyész súlyosbításért még az elsőrendű vádlott felmentését fellebbezett. A másodrendű vádlott pedig azért nyújtott be fellebbezést, hogy bűncselekmény hiánya miatt kapjon felmentést. Az ügyet másodfokon a legfelsőbb bíróság tárgyalta 1996-ban, amely az elsőrendű vádlott büntetését 2-ről 3 év fogházbüntetésre súlyosbította, a másodrendű vádlott esetében pedig bűncselekmény hiányában hozott felmentő határozatot. Z. Gyula a börtönbe vonulását követően 1997-ben kegyelmi kérvényt terjesztett be a köztársasági elnökhöz, aki ezt elutasította, így a mozdonyvezető 1998-ban szabadult. A tragédia helyszínén a közadakozásból összegyűlt pénz egy részéből egy emlékművet emeltek, amely méltó emléket állít az itt odaveszett kis ártatlan lelkeknek. A helyi temetőben minden évben koszorúzással emlékeznek meg a tragédiáról, és a templomban misével tisztelnek a gyermekek emléke előtt. Ha erre jársz, és meglátod ezt a kis emlékhelyet, állj meg itt egy kicsit, és szállj egy kis időt arra, hogy megemlékezz azon ártatlan lelkekről, akik már sosem térhetnek az otthonukba. Emlékük örökké állni fog. Nyugodjanak békében.